Rusznák András és Gazsó György a vendégeink. Iván a rettenet, a retteget Ivánból, ez lett Bulgakov által. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! A Radnóti Színházból meg valami egészen furcsa lett ettől az előadástól, mert ugye a Radnóti Színház egy tradicionális színjátszás egyik helyszíne Budapesten. Erről is sokan így gondolnak rá, de most ez az előadás ez egyáltalán nem tradicionális. Nektek színészként mennyire az? Mennyire hagyományos színjátszás, amit ott meg tudtok mutatni magatokból? Egyáltalán nem hagyományos. Egyáltalán nem. Erős korlátok között dolgozunk, erős koreográfiákkal, erős mozgásrendszer, zenei fény végszókra való megjelenésekkel, tehát egy klasszikus értelemben nem egy olyan, mint egy Csehovi darab, hogy az ember kijön és szépeket mond magáról és kiönti a lelkét, hanem itt nagyon erős kereteken belül kell megoldani egy figurát. Természetesen úgy, hogy ez nem mechanikus legyen, hanem az ember egy alakot formáljon meg, és az beszéljen egy ilyen rendező által megszabott korlátok között. Te vagy Bulgakov? Hát maradjunk abban, hogy Mihály B. író vagyok a társasházból. Igen. Igen. De ugye ebben a társasházban eredetileg B. író nem is lakik, ha én jól emlékszem az eredeti darabra. Igen, nem. Hát... Vinyánszky Attila írta bele, vagy íratta bele a te alakodat? Igen. Igen, a két fiatal ember, a Vecsei Miklós és a Vinyánszky Attila teljesen elszakadta az eredeti Bulgakov darabból, és egy önálló előadást hoztak létre. Mondhatom azt, hogy Bulgakov ötlete nyomán, de egy érvényes előadást hoztak létre. András, még te vagy a leginkább Bulgakovi, a Timofeje feltaláló. Igen, igen, tulajdonképpen igen, az talán az egyetlen szereplő maradtam, aki megmarad az eredeti darabból, küzdöttem is vele folyamatosan, tehát nekem teljesen másképp kell játszanom az előadásban, mint a többieknek, és ez nagyon nehéz, iszonyatosan nehéz, tehát ránézel a másik emberre, a partneredre, vagy a többiekre, és teljesen másból kell fogalmazni, más idegállapotból, mások a gesztusok, másképp kell játszani, és ez nagyon nehéz. Tehát, hogy... Te vagy a normális, vagy te vagy az anomália a világban? Ezt mindenki eldöntheti, hogy ki mit gondol. Mi volt a rendezői elképzelés? Hát az, hogy én. Már melyik? Én vagyok az egyetlen normális, igen. És körülöttem mindenki... Persze az én fejemben történik, játszódik a történet, tehát az én fejemben történik minden. Ezek azok az emberek, akikkel én nap mint nap találkozom, és ez az én fejemben ők ilyenek. Így képzelem őket. Az őrös feltaláló normalitása. Igen. Na most ehhez képest, hogy itt a valóságnak látszó valami, meg az álomnak látszó valami, mind a kettő álom tulajdonképpen, vagy egyfajta elemelkedés a valóságtól, az szépen összecsúszik, és lesz Ivánból a házmesterből, vagy hogy az igen, házmester. Igen, igen, igen. Hát és egyúttal a rendszer jelentő legénye, ahogy az abban a korszakban volt. Maga Iván a retteget. Nektek azok a karakterek, amik megadatnak ebben a darabban, azok nagyon másként játszható karakterek, mint mondjuk egy hagyományos Bulgakov előadásban? Tehát más eszközöket kell használnotok? Másképp kell játszanotok ezt a furcsa előadást? Mert furcsa, abban megegyezhetünk. Igen. Nekem abban van igazából a nehézsége, hogy nagy része álom az előadásnak, és nagyon kicsi része van, ami a valóságban játszódik, tehát az, vagy az ébránlétben, ha úgy tetszik, játszódik, és ezáltal nagyon sok kérdésemre, amit feltettem az Attilának próba folyamat közben, ugye azt a választ kaptam, hogy hát ez egy álom, úgyhogy igazából nem lehet megkérdőjelezni semmit, hogy most mit, miért így csinálok, miért ezt mondom. Sokat kérdeztetek? Sok igen. Magyarázatra volt szükség? Igen, 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 igen. Igen, igen. Igen, eleinte igen, de hogy mondjam, kaptunk egy márai szöveget az Attilától az elején, ami azt firtatja, hogy mi a valóság. Ugye a darab alcíme lázadás a valóság ellen, és tulajdonképpen el kell döntenünk, hogy mi a valóság. És a márai teszi fel azt a kérdést, hogy mi a valóság, a gyermekkornak a fantázia világa, vagy egy művésznek a elszabadult fantáziája,
melyik az igazi valóság? Az, amit az ember tapasztal, és az érzékszervei által, tehát a szeme, a füle, a keze, a tapintás, szaglás összerak, és ugye ezt a valóságot az ember agyarakja össze ezekből az információkból, amit az ember befogad. Na most az agy, ugye önállóan nincs tud valóságot építeni elektromos jelekből, és itt ez a kettő összecsúszik, hogy most akkor mi a valóság, hogy most az, amit én látok, az a valóság, vagy az, ami sokkal izgalmasabb, az a valóság, amit én a fejemben összerakok. És ugye ez egy alapvető és nagyon szép művészi attitűd, hogy de azt hiszem, hogy érti, hogy... Ki vagytok rázva a komfortzónátokból? Azért azt úgy érzi a néző, de mi nézők is ki vagyunk rángatva belőle. Tehát nekünk is kell idő ahhoz, hogy nektek, nyilván ezek szerint volt egy csomó kérdésetek a próbaidőszakban, nekünk nézőként is van egy csomó kérdésünk az előadást nézve, hogy ez most mi? Ő most ki? Most ő van, vagy nincs? Ő most jön, vagy megy? Belekerül egy Angliából érkező figura, aki szintén nincs Bulgakovnál, belekerül a film alap egy megkritizált intézményként, ami meg a jelenkor, tehát hogy van nekünk dolgunk nézőként reagálni arra, ami a színpadon zajlik. Értjük, hogy mi zajlik? Hogy látjátok az első előadások alapján? Tulajdonképpen az azt hiszem, hogy célja az előadásnak, hogy ne tudják feltenni a kérdéseket az emberek. Ne legyen rá idejük. Hát nincs. Tehát, hogy folyamatosan... A születben próbálkoztunk. Igen, de hogy ez célja az előadásnak, tehát ne legyen ideje az embernek elgondolkodni egy momentumon, egy szereplőn, hogy ő most miért jött be, miért kérdezte ezt, miért ment oda, hanem egy folyamatos figyelem legyen, és a végén összegezze az ember, hogy azt, amit összegeznie kell, nem tudom, hogy ki mit. A végén eljutunk a 2001 űrodaszájáig, ha jól emlékszem, az eredeti filmre és arra a képre, amit kapunk a végén, hogy botolkászát síkokon keresztül. Igen. Hát azt, hogy egyszerűen mennyi fölösleges dolog kavarog a fejünkben, és mennyi olyan dolog, amit nem is értünk, csak csináljuk, csak megyünk, azt se tudjuk, hogy miért. Előre, és észre kell vennünk a fontos és jelentős dolgokat. Félre ne értsék a kedves nézők, rengeteget lehet például az előadásban röhögni. Ami szerintem ez egy jó dolog. Petrik Andrára én rácsodálkoztam, hogy milyen szenzációsan énekel, mert van neki erre lehetősége. Igen. És az egész nekünk nézőnek egy nagy kavalkád, egy nagy játék. Gyuri már a beszélgetésünk előtt említette, hogy azért nektek ez egy kőkemény feladat, egy nagyon kemény munka így játszani. Igen, erős határok között dolgozunk, tehát végszóra kell megszólalnunk, tempó van, fényjelek vannak, hangjelek vannak. Ez Vigyánszki dicséri, vagy kritika a színész részéről? Na ezt most hogy értsük? Ez egy ilyen színház, ami így működik, ami nem feltétlenül a lélekről, meg a színész lelkéről szól, hanem egy rendezői látomásról. Izgalmas színház? Hát ezt a nézők hát eldöntik. Hát ti is érzitek, tehát azt a színész mindig érzi, amikor benne van, hogy mit csinál. Nagyon izgalmas. Igen. Nagyon igen. Látványos, nagyon magával ragadó, és itt kapcsolódnék a Gáborhoz, aki azt mondta, hogy ez célunk is volt, hogy a néző ne tudjon föltenni kérdéseket. Érzéki színház, ez inkább az érzékekre hat, mint sem az ember intellektusára vagy agyára. Iván, a rettenet. A Radnóti Színház előadásáról beszélgetünk. Köszönöm, hogy meséltetek róla. Köszönöm szépen.